Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mesebeli asztrológia. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel, mégpedig április 9-én. Hozzá kell tennem, hogy ez az asztrológia nem a mi általunk ismert asztrológia, hanem az indiai asztrológia. Hogy jutottam el ehhez a tudáshoz? Én a mi asztrológiánkat tanultam, azzal is foglalkoztam nagyon sokáig, viszont áttértem az asztronómia tudásához, vagy az asztronómiai naptár szerint dolgoztam, és én összehasonlítottam a horoszkópot azzal, ami ebben a naptárban volt. És ez egy különbség. Feltettem a kérdést, hogy lehet az, hogy az asztronómusok a csillagokat máshol látják, vagy a bolygókat, mint ahogy a horoszkóp mutatja. És a választ az adta meg nekem, hogy a naprendszerünknek is van egy bizonyos mozgása, ezáltal elcsúszódik a tavaszi pont, és pontosan ez, amit az indiai asztrológusok figyelembe vesznek, mint ahogy az asztronómusok is. Ami fontos tudni, hogy azt, amit én most itt mondok, hol vannak a bolygók, a nap vagy a hold, az más. Más, mint abban az asztrológiában, ahogy mi itt Európában ismerünk. Azon kívül az indiai asztrológiában vannak úgynevezett holdházak, ami nem más, mint a hold napi mozgása, és hogy milyen csillagok, milyen csillagképek hatnak erre. Amit még szeretnék bemutatni, és ez van az indiai asztrológiában, ezek az úgynevezett tithik. A tithi nem más, mint a nap és a hold távolsága. Pontosan így, telehold után vagy újhold után számolják ezt ők. Ez annyit jelent, hogy tegnap telehold volt, és ma van az első tithi, tehát az első nap a telehold után. Ennek is van jelentősége, mert ők ezt mint egy energiai mezőt tekintik. Ez kihat az életünkre, ez kihat a mai napra. Ez az első tithi azt mutatja nekünk, hogy a délelőtt az még úgy fogva tart, és az olyan idegi feszültséget, nyugalmatlanságot vált ki belőlünk, viszont a délután folyamán megkezdődik egy új paksha, így nevezik ezt. Ez egy olyan új kezdet, egy új energiai mező, és ez a délután folyamán már érezhető. Ez nagyon jó kezdet, vagy egy jó energiai háttér valamit tervezni, amit mi a következő napokban, hetekben elérni szeretnénk. Úgy mondják, ez egy olyan jó ómen. Mint mondtam, tegnap volt telehold, és most van egy csökkenő hold fázis. Ez az időszak alkalmas arra, hogy mi olyan dolgokat indítsunk, amitől mi el szeretnénk búcsúzni, amit szeretnénk lezárni. Vagy ha valaki le akar fogyni, akkor ez egy jó idő ezt a diétát kezdeni. De felhívnám a figyelmeteket arra, hogy egy fél holdnál ez nem működik. Ezt el fogom nektek magyarázni, ha fél hold lesz. Akkor ez aktuális.
A hold a Svati holdházban található. Ez a szó a szanszkritból ered, lefordítva magyarul annyit jelent, Sva azt jelenti, hogy te saját magad, az önbizalmad, az önuralmad, Áti pedig azt jelenti, hogy a lelked, és Svati, ez a két fogalom összekötve, azt jelenti, uralkodj magad felett, de ne feledkezz meg a lelki dolgokról. Az elemek, tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme, ez kihat a mi életünkre. Mind a négy elem szükséges, és ezt megfigyelhetjük a természetben is. A mai napon a tűz elemében nincs bolygó. A hold és a nap sem a tűz elemében van. Tehát hiányzik. És ezt ki kell, hogy pótoljuk. Mi jellemzi a tűz elemét? A bátorság, a tettek, a lelkesedés. Tehát ezzel ki tudjuk ezt egyensúlyozni. A föld elemében található Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz. Tehát nagyon dominál jelen pillanatban. Ez a biztonsági érzés a párkapcsolat területén, és utal az anyagiakra, azon kívül a hivatásunkra, a munkánkra. És a föld eleme mutatja a reális dolgokat. Tehát ez most nagyon fontos sokak számára. A levegő elemében van a hold, és az kihat az érzelmeinkre. A levegő eleme mutatja a könnyűséget, és azt is, hogy az érzelmekről kell, hogy beszéljünk. Mert a levegő eleme mutatja a kommunikációt is. A víz elemében van a nap és Merkur bolygó, ez kihat az érzelmeinkre. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A nap az adja a sugárzást, láthatóvá teszi, és a Merkur bolygó a tettekre hat, a szavakra is, tehát most fontos, hogy beszéljünk az érzelmekről. És most áttérnék a kapcsolatokra. A nap és Neptun bolygó még mindig összeköttetésben áll, így mind az, ami eddig nem volt világos, az most mind a napfényre kerül, tehát láthatóvá lesz. Ha vannak titkaitok, akkor ne mondjátok senkinek, mert ez a kapcsolat azt is jelentheti, hogy mások ezt elmondják tovább. A hold a Marssal áll összeköttetésben, és ez nem valami jó, mert ez feszíti a dolgokat. És pontosan a férfiak érzik ezt a belső feszültséget. De Mars nem csak a férfiakra utal, hanem arra is, hogy milyen irányban mozogjanak az események, a tettekre. Tehát a tetteket is mutatja. A Mars energiával tudunk valamit mozgatni egy bizonyos irányba. De ez a kapcsolat a holdhoz mutatja az akadályokat. Tehát nem úgy alakulnak az események, ahogy mi szeretnénk. A Mars és a hold kapcsolata tükrözheti az anya és a fia közötti kapcsolatot, amit sokakat is érinthet. És ez a jelen pillanatban nem túl harmonikus, hanem inkább arra utal, hogy viták vannak. A Neptun bolygó kihat még a földünkre, ezáltal a quincunx aspektussal, amit én tegnap már említettem is,
ez az a bizonyos inga, mint példa, hogy képzeljétek el, előttetek van egy inga, és valaki szeretné tudni, hogy milyen irányba mozdul ki, és mit tudnátok válaszolni, egyszerűen azt, hogy nem tudom, fogalmam sincs, és pontosan ez, ami most érezhető. A Vénusz bolygó Uránusszal van kapcsolatban, ez egy kellemes kapcsolat, kihat a szerelmi élet területére, és Uránusz bolygó hatása alatt változások lesznek. És ez volt a mai napi mesebeli asztrológia. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!